nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Gétót Károly kis magyar irodalomtörténet című művében így írt Csokonai Vitéz Mihályról. A kor költészetében, de irodalma egészében is rendkívül sok kezdeményezést láthatunk. De az eszmei és stílusirányok összefoglalása s magasfokú összegzése csak a kor két költőjénél történik meg, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel írájában. Csokonaira családjában is, a debreceni kollégiumban is a magyar hagyományok és a nyugat-európai kultúrkör impulzusai hatottak, s ehhez legerősebbként a felvilágosodás korának racionális eszméi járultak. Apja borbély és sebész korán meghalt, s a debreceni kollégium hamarosan híres és nagyreményű diákját ezután anyja nevelte. Minden jel szerint szép pálya állt előtte, de felvilágosult eszméi, szabados tanítási gyakorlata hírbe hozták a nyugati irodalmakat is tanulmányozó diákot. Amikor kiderül, hogy jelen volt Martinovicsék kivégzésénél a vérmezőn, a szaporodó vádak hatására kicsapták a kollégiumból, ami ezután következik az irodalom és kultúra szegény legényének veszőfutása. Tervei, érzelmi élete zátonyra futnak, a pozsonyi diétán lapja, a diétai magyar múzsa, versei senkinek nem kellenek, a szép komáromi polgárlányt, Vajda Juliannát, azaz Lillát, máshoz kényszeríti a családja. Sok kudarca után, rövid csurgói tanárságát követően hazagyalogol Debrecenbe, s nem sokkal később egy gróf feleségének temetésén a búcsúztató vers felolvasásakor megfázott, hamarosan meghalt. Amilyen mértékben tragikus volt az élete, olyan mértékben gazdag költészete változatokban és elképzelésekben. Rendkívül változatos hangnemében is, a pajzántól a filozofikusan mélyig, sokféle hatást tükröz. A diák költészet vaskossága és realitása, anakreonika, barokkos hagyomány, klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus, népköltészet, s ezek műveiben rendszerint egymás mellett élnek. A szerelmi és irodalmi terveiben csalódott költő verseiben egyre több lett a szentimentális elem. De ezekből mélyen megszenvedett fájdalom szól, s egy a maga személyén messze túlmutató élet csődje. A magánossághoz szóló elégikus hangú ódájában a világ megvetése és a halálvágy óhajtása mellett a költői öntudat és a költő teremtő szerepének a romantika felé mutató hangsúlyozása is hangot kap. A Tihanyi Echóhoz címűben pedig a személyes, az életrajzi vonatkozások jelképessé válásának és egy élete mélypontjára jutott ember újbóli önfelépítésének válunk tanúivá. Mert bárhogyan is van, Csokonai mindig bízik a jövőben, a 20. században, s filozofikus verseiben, meg a betegsége idején írottakban bátran szembenéz a végső kérdésekkel. Melyek ezek? Ki vagy, miért vagy, hol lakol, s kinek szavára mozgasz? Csokonai Vitéz Mihály, a magánossághoz. Áldott magánosság, jövel, ragadj el álmodba most is engemet, ha mások elhagyának is, ne hagyj el, ringasd öregbe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, hogy itt kisasszondon reát találtam, e hely andalogni jó, e hely poétának való. Itt a magános völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez,
A csonka gyertyánok mohos tövében a tiszta forrás csergedez. Két hegy között a tónak és pataknak nimfái kákasátorokba laknak, s csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs, s poéta jő. A lengehold halkal világosítja a szőkebik fák oldalát, estvéli hűs álommal elborítja a csendesének angyalát. Szelíd magánosság. Az íj helyekbe gyönyörködős múradsz te, ah, ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lankat lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd, kerülöd a kastélyokat, s ha bévetődsz is zsibbadozva szűröd ott a fogyasztó gondokat. A félelem s bú a vad unalommal, csatáznak ott a tiszta nyugalommal, a nagyvilág jótétedet nem tudja, s utál tégedet. Óhajtoz a fösvény, de gyötrelemmel goromba lelkét bünteted, a nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lárma közzé kergeted, futca csatázó trombiták szavától, futca zsibongó városok falától, honnyod csupán az érező szív, s szelíd falu, s mező. Mencsvára a magán szomorkodónak csak a te szent erdődbe van, hol biztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan. Te azt, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez a nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával biztatod. Te szűröd a virtust, csupán te tetted nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted testekbe kisded lelkeket. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám setétes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Ó, kedves Istenasszony, én is érted gyakorta, mint sóhajtozom, mert szívemet baráti módra érted, midőn veled gondolkozom. Ártatlanul kecsegtetel magadba, nincs tettetés sem csalfaság szavadba, hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai, kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor a szent fátyolid vonulnak, mint éji harmat, napjaink lehúlnak, tisztán magába csendesen, élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpitott sző a halál, ott a magánosság setét világán béhult szememre áttalál, síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Te lészel, ah, a sírhalom völgyén is, őrző angyalom. Áldott magánosság, öled bejtem ottan utolsó könnyemet, végtelen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napon mikor jön el? Áldott magánosság, jövel. Olá Gábor, csokonait kicsapják. Van ekkortájt a debreceni kollégiumnak egy durvamodorú, megcsökönyösödött tudós professzora Szilágyi Gábor, akiről csokonai tanítványa Gál László azt írja, hogy egy helyettes préceptor feljelentésére ifjú gróf Wartensleben-t az iskola udvarán megpálcáztatta, mitől kezdve egy magyar mágnás sem ment a debreceni kollégiumba. Ez még nem volna baj, de amilyen fennhéjázó, erkölcshirdető hivatalosan, épp olyan sötétben bujkáló ember a magánéletében. Kartaúzi törvényekbe veri az ifjúság életkiáltó szellemét, erkölcsök őre és titokban bűnös viszonnyal fertőzteti meg hivatása és állása tisztaságát. Ez az ember 1794 tavaszán magához hívatja ebédre csokonait és felajánlja neki a költészeti osztály vezetését.
A fiatal Tógátus meglepetésében elfogadja a tisztséget, bár később keserűn bánja, hogy eladta magát egy ebédért. Miért tünteti ki éppen Csokonait, akinek zabolátlan természetét jól ismerhette Szilágyi? Azért, mert más okos ember, akkor éppen nem volt a kollégiumban. Ez is zokon esik a költőnek, mikor kenyértörésre kerül a dolog. De az új és magasabb állás tetszik neki eleinte. Úgy érzi, itt az idő és alkalom, hogy a keze alá adott ifjúságba beoltsa korlátot nem ismerő szellemét, hogy a széppel egyetemben szabadságot is tanítson. Magáról tudja a legjobban, mit szenvedett lelke az iskola szorító gyűrűi közt. Engedjük szabadjára az ifjú szíveket. Szemmel láthatólag Russzóval tart, aki nem szereti az iskolák zárt négy falát, a nevelőknek unalomjármában taposó lélekfejlesztését. Ha egészséges embert akarunk nevelni, vigyük ki a természetbe, hagyjuk magára, hadd lásson, érzékeljen, érezzen és eszméljen. Nem feszeng, nem jár kotornuszon az osztályban, hanem leszáll a padok közé, úgy beszél tanítványaival, mint jó barátaival. Nem ridegen, nem kimérten, hanem fiatalos lendülettel, néha lelkesedéssel, mindig érdeket keltőn tárgya iránt. Szabad óráiban kiballag velük a nagy erdőre, megtanítja költeményeire, szavaltatja, daloltatja őket. Ezek a fiúk játsszák el alkalomra írt kantátáit és színjátékait. Szeretik is a fiatal mestert, mert egymás törve tódulnak órájára, mint a teátrumba, írja Dombi. Ez a dolog szebbik oldala. De van a fénynek árnyéka is. Lassan-lassan beleúna kiszabott órákra járásba. Ez is robot, ez is nyűg. Újra elalussza az időt, mint kisdeák korában. Későn, álmosan támolyog a katedrára. Tanítványai követik a jó példát, rendetlenség, tunyaság a napi kenyerük. Bizonyosan nem félnek a náluk kevéssel idősebb tanár szigorúságától. Vasárnaponként elmaradoznak az isteni tiszteletről. Esténként pedig lemennek az osztályba, s a derék préceptorral együtt csöndes pipaszó és bor mellett danolászva töltik az éjt. A bégányi csapláros potyaborából nagy dalidót csapnak. Csokonai eljátszatja deákjaival Bakusz temetését, mikor egyízben lemond a borivásról, maga bundára heveredve, pipázva gyönyörködik a fiúk énekében, táncában, mókájában. Olykor-olykor felkerekednek, s a rendes órák helyett a nagy erdőn csavarognak. Esténként furcsa játékokat rendezett a fiúkkal. Felöltözteti őket cigányoknak, serpenyőt, üstöt fódoznak, majd meg a borbélyjárató diákokhoz állnak be, borbélylegények képében, medencével, törőközővel, borotvával, s míg ott bajmolódnak velük, bekenik a borotválkozók képét, suvikszal, tintával, kulimásszal. A besúgók besúgják a tanári karnak Csokonai visel dolgait. Hamarosan sok minden napra derül. Irigykedők susárolnak társai seregében, s aztán nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Csokonai rossz fát tett a tűzre. A büszke Szilágyi először maga figyelmezteti fiatal barátját, hogy vigyázzon, térjen eszére. Mikor ennek az atyai intelemnek nincs foganatja, iskolaszéket hívnak össze ellene. 1794. december 6-án állítják ítélőszék elé, s megdorgálják illetlen viselkedéséért. Az ifjúság erkölcseinek megrontása miatt lejjebb vetik az érdemsorozatban, és hivatalából való elmozdítással fenyegetik. Csokonai fellobban a végzésen. Szilágyi kezét látja a dologban. Gúnyos hangú deáklevelet kanyarít a gőgös embernek, de lakótársa tanácsára higgadt fővel nem küldi el neki. Alkalomattán azonban ez a bűnjel is napfényre kerül. Csak hogy a természetet furkósbottal sem lehet kiverni az emberből, Csokonai folytatja ott, ahol elhagyta. Rajta igazán betelt a Russzó okoskodása. Úgy vagyunk az ember hajlamaival, mint a függőleges növésében, megakadályozott növénnyel, ha kibúvik az akadály alól, ismét fölfelé tör. Az ember is, még egy helyzetben marad, megtarthatja hajlamait, miket a szoktatás útján vett fel, de abban a percben, midőn változik helyzete, a szoktatás hatása is megszűnik, és eredeti természete felülkerekedik. A megfenyített publicus preceptor ezután is járja a magájét, sok órát elmulaszt. Azon kívül
özvegy Somogyini asszonnyal a kollégium szakácsnőjével is összeakasztott. Továbbá Király András uralmal pedig, aki haszontalan fia miatt okvetetlenkedik nála, kurtán furcsán bánik el. Ezek a jó emberek azután megeresztik vágyjaik és rágalmai zsilipjeit az illetékes helyeken. Tornyosul a zivatar szegény költő felett december 13-án 1794-ben, aztán kitör teljes pompájában. Ennek a szép téli napnak a délutánján kin barangol csokonai tanítványaival a nagy erdőn. Nagyban pipáznak mind a hányan. Virágos kedvükben vannak, különösen csokonai. Véletlen éppen Szilágyi Gáborra bukkannak, aki a rektorral meg egy seborvossal, Kocsis Sebestyénnel sétálgat a fák közt. Szilágyi meglátja a pipásokat, felforr az epéje, megállítja csokonait. Hogy meri megengedni tanítványainak a pipázást? Csokonai igen cinikusan, csípősen, hamis udvariassággal válaszol. Ez annyira feldühösíti a fennhéjázó embert, hogy behívja feleselő tanítványát a csőszházba, és ott támad reá. Semmire valónak nevezi, aki eljátszotta jó indulatát. Annyira megy, hogy felpofozással, kidobással fenyegeti. Csokonai egy ideig állja a vastag tréfát, de hamar kilobban a vére, s nem valami szépen válik el professzorától. Sőt, szilajsága olyan játékra lovalja, amit később maga is megbán. Körbeállítja a fiúkat a csőszáz előtt, és ezt énekelteti velük karban. Én gyilkos a gömböcnek, a szép jutka perzsinek. Mindkettőt én öltem, setét sírba temettem. Már hát illik, hogy én is úgy halljak meg, mint ők is. Kígyók, békák, viperák, pokolbeli fúriák, kísérjetek az égbe, jutka perzsi ölébe. Ez a gúnydal, a jutka perzsi név a Szilágyi szolgálójára céloz, kivel a tudós tanár a szigorú erkölcsű Debrecenben eléggé botrányos viszonyban állt, s akit később törvényesen is magához csatolt. Az egész város tudta ezt a dolgot, hát a deákság ne tudta volna. Ennél keserűbb tréfát nem vághattak Szilágyi fejéhez, hanem a csokonai sorsát is eldöntötte ez a délután. December 17-én újra összeül az iskolai törvényszék, és tárgyal három napig, mert a vádak és panaszok nagyon feltornyosodtak a vakmerő ifjú ellen. A Szilágyinak szánt gúnyos deák levél előkerül. Somogyiné és Király András követelik a maguk igazát. Az egész kollégium izgalomban áll. Tolvajjárású árulók settenkednek az igazgatóságnál. A vádlott költő Hunyadi szuperintendenshez fordul, háromszor mond le a hivataláról, a deákságáról. Az egész vizsgálat alatt világi ruhában jár kell az utcákon, s a kollégiumban, ami szintén nyom a kihágások serpenyőjében. Végre kimondják az ítéletet. Mivel az iskolaszék december 6-i intéseit semmibe vette, tanítványait erkölcstelen módon megvesztegette, a tanítási időt elmulasztgatta, Szilágyi professzor személyét megsértette, s a rektori engedelem nélkül színes mellényben ügyelgett, tanítói állásától megfosztják, 10 ifjóval a sorban lejjebb vetik, és kötelessége megkövetnie a megsértett tanárt a legközelebbi iskolaszék előtt. Csokonai igen enyhének találja a büntetést, Szilágyit hivatalosan megköveti. A kollégium ifjúsága előtt csak nő hírben és szeretetben, de a tanári kar bizalmát, becsülését elvesztette. 1795 húsvétján Halasra megy legációba. Lerója hivatalos robotját, összeszedi az egyháztól és a polgárságtól járó hitbeli salláriumot, s gondol merészet és nagyot. Halashoz már sokkal közelebb érzi Pestet, mint Debrecenhez. Csábítja a vajódó fiatal város közelsége, mely az öreg Budának lábainál most kezd ébredezni és fejtőzni németes álmaiból. Az ország birodalmi feje még Pozsony, a rendek ott gyűléseznek. De Kármánék már megérzik, hogy a szellemi súlypont a fiatal Pestre esik. Az írók is ide szívódnak, az egyetem is itt seregelteti egybe az országi fiúságát. Csokonai még nem látta Pestet, most pénzüti a markát, nem akarja elszalasztani az alkalmat. Felrándul. Meglátogatja a derék Dugonicsot. Mint a kalickából kirepült madár, szívja Pesten a szabadság levegőjét.
de a halasi egyháztól kapott pénzt is szabad szárnyára ereszti, s csak akkor hökken meg, mikor már semmi sincs belőle. Pedig számot kell adni a sáfárkodásáról. Újra érzi, hogy balra lépett, nem mer így hazamenni, mentő szalmaszálért kapkod. Azt írja a debreceni szeniornak, betegség verte le a lábáról, meg kell hosszabbítani a szabadságát. Az iskolai tanács elfogadja mentségét, de azt kívánja, hogy a halasi egyháztól kapott bizonyítványt küldje Debrecenbe. Látja, nincs menekvés, hazafelé fordítja hát Szekerer útját. De odahaza újabb hibát követel. Ahelyett, hogy jelentkeznék előjáróinál, és őszintén elmondana mindent, napokig világi ruhákban csavarog a deákok közt, regélve legációbeli élményeit. Végre keservesen összetoborozza az elköltött pénzt, s ünnep után lerója adósságát. Csak hogy már késő. Mivel működéséről hivatalosan nem ad számot június 20-ára, 1795-ben, újra iskolai székelébe idézik. Hazamenetele június elejére esik. Látja a körülötte kárörvendő sógókat, búgókat, érzi tanárainak hidegségét, az önvád kígyói is marcangolják. Számot vett magával, megunta az örökös zaklatást, érzi, hogy neki ezek a komor tudós falak, börtönfalak, odakint megnyílt a nagyvilág. Nem várja be június 20-át, hanem 15-én az esti ima után, mikor a tanárok távoznak, ott marasztalja a majdnem 600 fős deákságot. A nyári nap éppen hanyatlóban. A komor nagy terem félhomályában egy tábor morajlik, kíváncsian lesve a kalandos életű költő szavát. Az feláll a terem szószékére, és elmondja nagy, szenvedélyes, elkeseredett búcsúbeszédét, melyben okát adja, miért nem maradhat itt tovább. Ekkor ragyogtatja meg még egyszer előadói képességét. Heves mozdulatokkal, lázító hangon buzogtatja ki a 10 év alatt összegyűlt keserűséget. Így szól. Alacsony lélek sohasem volt bennem, s szemeten csavargó igyekezetek nem mozgatták cselekedeteimet. Olyan pályát nyitottam meg magamnak, melyen liliomokon lehetett futnom. Állottam ott, mentem ott, ahol állani vagy menni jónak láttam. Néha hibáztam, megvallom, de aki nem hibázik, angyal az. Aki hibáját meg nem ismer, igaz ember az. Hibáztam, de erkölcsi vétek nem undorította az én lelkemet. S mégis távoznom kell, mert különben Timonná, Mizantrópusz Timonná kell lennem, látván, hogy így emberséggel ellenkező módon bánnak velem. Még egy élesztője volt.
sem hét erdőben, a szomszéd hór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sír helyemet, s amely fának sátorában áll egy sírhalmom magában, szent lesz tisztelt hangom én, szent lesz tisztelt hangom én, szent lesz tisztelt hangom én, szent lesz tisztelt hangom én. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották.